sivatag napján Pákozdon a Donkanyar emlékkápolnánál szentmisével emlékezett meg Spánya Antal megyéspüspök az első és a második világháborús katona hősökről. A főpásztor megáldotta az ünnepre felállított nemzeti lobogót, amely a nemzet gyökereire, a haza szeretetére emlékeztet, az országra, amelyet a hősök áldozatuk árán megvédtek, mondta a megyéspüspök. Kérünk, legyen áldásod nemzetünknek ezen lobogóján, hogy az emlékeztessen bennünket a szentekre, és adjon erőt, mint adott az ősöknek is, hogy megtegyük mi is, amit kell tennünk, hogy ezt az országot, Szent István országát, ezt a nemzetet, a magyarságot hűven őrizzük, szolgáljuk és építsük. A főpásztor beszédében elmondta, Pákozdon a Donkanyarból hazahozott ismeretlen katona sírjánál tisztelgünk mindazok előtt, akik teljes emberséggel a magyarsághoz hűen akartak élni, ezért életüket áldozták hazájukért. Az, hogy itt vagyunk és rájuk emlékezünk, az önmagában mutatja, hogy az életük nem volt értelmetlen, az áldozatuknak megvolt az értelme, és így haláluknak is van értelme. A megyéspüspök végül arra szólított fel, a hősökre tekintve tanuljuk meg, hogy a haza örök érték, amely fontos üzenet ma. Amikor a nemzet államok helyett kevert társadalmakat akarnak, ami küldetésünk, hogy megőrizzük nemzetünk kincseit, átadjuk a következő nemzedéknek, hogy tudják, mi a nemzeti lobogó, kik a mi hőseink és szentjeink. Nem gondoltak arra, hogy majd mint hősökre emlékeznek, de becsülettel, tisztességgel, emberséggel a magyarsághoz hűen akarták teljesíteni a kötelességüket. A szentmise végén Spányi Antal megyéspüspök Huszár János altábornagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, a város önkormányzatának nevében Karsai Béla Székesfehérvár szenátusának elnöke, Dr. Görög István ezredes, a katonai emlékpark vezetője koszorút helyeztek el az elhunyt katonák tiszteletére az ismeretlen katona sírjánál. Az eseményen részt vettek a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezetének képviselői, a vitézi rend tagjai és számos megemlékező.